kicsit így a pálya szélén ücsörgök. Most van egy kis idő, amikor úgy nem dolgozom. De ugye ilyenkor van az, amikor az ember úgy magával foglalkozik erősen, vagy intenzíven. Vagy hát ugye én nem beszélek általánosságban, mert nem tudom ki, hogy éli a mindennapjait. Én most így kicsit a fókuszban én vagyok saját magam. Mert ugye nagyon nem tudod megfogni ezt a szakmát, tehát azt sem tudod, hogy mi a jó, tehát hogy az a jó, hogyha mindenben ott vagy, ha mindenben játszol, ha állandóan mutatkozol, vagy az a jó, hogyha ritkábban, és akkor ezért kialakítottam egy ilyen magam szerinti vonalat, hogy mi az, amit érzek én, és hogy mi az, amiben én hinni tudok. Mert hogy kell egy bátorság is ehhez tulajdonképpen, hogy az ember nem mások után menjen lehajtott fejjel, hanem tényleg az, hogy próbáljon a saját maga érzete és a gondolatai a saját esze után menni. És azt gondolom, hogyha a világ így működne, akkor sokkal őszintébb és természetesebben tudnánk létezni is. Te figyeled a világot, figyeled a szüleidet, az embereket, akik körülvesznek, és ezek hatnak rád. És ilyenkor azt gondolod, hogy talán az ő gondolatiságok, az ő véleményük az helytállóbb, mert hogy ők már sokat tapasztaltak a világból. Pedig ez csak az ő szűrőjük szerint van. Hogy lépkedem a világban, és aztán koptatom le magamról ezeket a felvett dolgokat, és szokásokat, és megfigyelt reakciókat, vagy én, ahogy reagáltam eddig, és hogy próbálok ebből kiszállni. És mint hogy az egész életem arról szól, hogy megint visszajussak ahhoz a gyermeki állapotomhoz, ami voltam, tudod. Tehát, hogy figyelj, és ez vicces valahol, meg szórakoztató is, hogy ez az élet, hogy te hogy tényleg annyira magadba szívod, tudod, ezeket a mások által megfogalmazott véleményeket. És ha valaki önazonos tud lenni, meg elég bátor, akkor tud ellene menni ezeknek, illetve figyelni saját magára. A mi tudásunk azért ez nem olyan hatalmas, hogy megnézzük, hogy mi van a naprendszeren túl, és még szerintem vannak még más világok, tehát hogy azért nem hiszem azt, hogy mi lennénk a kiválasztottak, de ez egy érdekes dolog, hogy sokan szerintem körülöttünk azt úgy viseltetnek maguk iránt, hogy mi vagyunk a kiválasztottak. Nekem mindent szabad ebben az életben. Én vagyok a fasz a gyerek, bocsánat. Én vagyok a nagy csávó, aki mindent megenged magának, mert hogy én leszülettem erre a világra. Hát igen ám, de aztán 50-60 év múlva te por és hamu leszel. Egyé válsz az univerzummal, tehát, hogy tényleg mi a lényege, hogy habzsolj, hogy dőzsölj, hogy a magad vagyonát gyarapítsd, hogy megmutasd a világnak, hogy mire vitted, vagy azért jöttünk ide a földre, hogy tovább fönntartjuk ezt a bolygót, és nekem ez ad értelmet. Tehát én is nagyon sokáig azt gondoltam, hogy én az erdő mélyén szeretnék magamnak felépíteni egy házikot, és tulajdonképpen rájöttem, hogy hát pont, hogy ezzel veszélyeztetem leginkább a bolygót. Tehát, hogyha már ennyi ház föl van építve, akkor nem fogok még egy újabb betoncsodát létrehozni, hanem akkor kihasználom azt, ami már föl van építve, és nem fogom megerőszakolni újból és újból ezt a földet. Tehát, hogy tényleg az van bennem, hogy ha már itt vagyok, a lehető legkevesebbet ártsak ennek a bolygónak. És arra a csodára fókuszálni, hogy ami bennem van, természetszerűleg azt tudjam átadni. Tehát, hogy ezzel tudjak örömet okozni a másiknak. Azzal szoktam gondolkozni, hogyha azt mondanák, hogy most van, nem tudom, 20-30 napom, és ki kell csekkoljak a földi létből, hogy akkor mit csinálnék. És semmit. Nem kezdenék el utazgatni, nem pótolnék be semmit, nincs bakancslistám, és ez egy ilyen megnyugvás szokott adni nekem, hogy valószínűleg úgy élem így a mindennapjaimat, ahogy belül is szeretném élni. És szerintem ez az, ami ezáltal nem félek attól, hogy holnap el kell távozzak. És
Ugye nekem tényleg ez adja a boldogságot. Én napi szinten rá szoktam csodálkozni arra, hogy hogyan működünk, és hogy ez az, amit bennünk zajlik, és amit, tehát, hogy mi fel nem tudjuk fogni, hogy hogy van ez a lélek, ez a test, és hogy a lélek hat a testre, és hogy az egyik nélkül nem tud működni. Valószínűleg, hogyha te kikapcsolod a gondolataidat, akkor is nagyon sok mindenre képesek vagyunk, de hogyha az agyad be van bekapcsolva a gondolataid és mindened, és használod, akkor is azzal milyen csodákat lehet elérni. De azt gondolom, hogy nem lehet csak az agyadat használni, és nem lehet csak a szíved és a lelked szerint élni, és azt pedig kint hagyod valahol. Tehát, hogy tényleg úgy lettünk valahogy megalkotva, hogy ez az egység. És én tényleg ebben hiszek nagyon, hogy meg kell teremteni a helyes egyensúlyt. És át kell azt is látni, hogy vannak ennek veszélyei, hogyha mi ilyen vívmányokat hozunk létre. De látni kell azt, hogy elidegenítenek minket ezek a dolgok magunktól és egymástól is. Tehát, hogy én értem azokat az embereket, akik ugye a tudomány oltárának áldozzák az életüket, mert hogy ne lenne bennük az a vágy, amikor látják, hogy Uram Isten, erre is képesek vagyunk, és hajtja őket, és hogy tényleg túlléped mindazt, amit az ember gondolni mert volna. De hát ugye, tehát ez óriási veszély is, mert hogyha te tényleg csak a gépek bűvöletében élsz, akkor maga az ember szentsége, és amit a lélek tud létrehozni, az el fog sikkadni. Arra tanítanám a gyerekeket, mert ugye ez is egy óriási kérdés, hogy mire tanítsuk a gyerekeket az iskolában, hogy konstruktív gondolkodásra egyrészt, meg arra, hogy ő maguk jöjjenek rá, hogy mi a jó. És fölösleges tantárgyakat nem oktatnék egyébként, csak hogy merjenek ők döntést hozni, és hogy ne engedjék magukat arra, hogy mások fanatizálják őket. Ennyi.